Kallai Árpád, a kórház főigazgatója, a zsúfolásig megtelt teremben kifejtette. Meggyőződése, hogy ha ez a beruházás befejeződik, akkor a Makói és a Vásárhelyi Kórház a térség vezető szintű intézménye lesz a hasonló ellátást biztosító kórházak között. Ami elengedhetetlenül szükséges még ehhez, az a szakmaiság erősítése. Én abban bízom, hogy ha ezt az építkezést tudjuk folytatni, akkor a szakemberekben sem lesz hiány, mint ahogy azt talán önök is tudják, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb kérdés az egészségügyben a megfelelő számú és megfelelő képzettségű, tudású szakember, akár orvos, akár szakdolgozó tekintetében. A főigazgató elmondta, hogy a 100%-ban uniós támogatású projekt célja a funkciók észszerű megosztása, a költséghatékony gazdálkodás megvalósítása és a betegellátás mindenki számára elérhető, magas színvonalú biztosítása. Kifejtette, az Alföldön jellemző, hogy a kórházak apró, elszórt, egymástól független épületekből állnak, amelyek működtetése rendkívül gazdaságtalan, az intézményeknek jelentős többletköltséget jelent. A beruházás azonban kényelmetlenségekkel is jár. Például azzal, hogy a CT-t mintegy 6 hónapra leállítják Makón. A CT-t azt le kell állítanunk, a CT vizsgálatok átmenetileg, itt néhány hónapról van szó, tehát hosszú időre, a CT vizsgálatokat, azokat Hódmezővásárhelyen fogjuk végezni. Ám ugyanez fog történni Vásárhelyen is majd. Tehát lesz olyan, amikor a vásárhelyieknek kell Makóra menniük a CT vizsgálatokra. Ehhez a betegek türelmét és megértését kérte a főigazgató. A fórumon kérdéseket tettek fel a földeákiak, a különböző várólistákról, valamint arról, hogy egy-egy vizsgálatot a beruházást követően hol fognak helyileg megtalálni.